az ősz beköszöntével egy időben szinte mindent elleptek a poloskák. Sok bosszúságot okozva, hiszen ott vannak a kertben, erkélyeken és a nyilászáróknál. Hűvösebb idő miatt keresik a telelőhelyüket, így szíves örömest repülnek be a lakásokba is. Kegyetlen sokan vannak, idegesítőek, össze-vissza repkednek, és ha összenyomjuk őket, iszonyatos bűzt árasztanak ki magukból. Szakértőhöz fordultunk, hogy megtudjuk, mi az oka a poloskák megnövekedett jelenlétének. Az elmúlt időszakban három idegen honos poloska faj jelent meg hazánkban, amelyik előszeretettel húzódik be a lakásba. Mind a három más-más régióból jött. Az egyik az a nyugati levéllábú poloska, amely Észak-Amerika területéről, ez egy karcsú termetű barna jószág, ami főleg fenyőféléken szokott előfordulni. A másik egy etióp származású, tehát Afrika trópusi részeiről származó vándorpoloska, ez egy zöld színű nagyméretű poloska. A harmadik pedig egy kelet-ázsiai előfordulású vagy eredetű állatfaj, ez pedig a márványos poloska, amely jelenleg viszonylag nagy egyedszámban van jelen Budapest belterületén, majdnem mindenhol. Óhatatlanul és észrevétlenül hozzuk be ezeket az élőlényeket a különböző növényi termékekkel Európába. Európán belül nincsenek határok, tehát ha egyszer Európában megjelentek, akkor onnantól az áru forgalommal, vasutak mentén, autópályák mentén még önállóan is tudnak terjedni és nagy egyedszámban jelen lenni. Az, hogy nagy egyedszámban vannak jelen, az, hogy nincs természetes ellenségük, nincs semmi, ami elpusztítsa őket, vagy hát nagyon kevés olyan élőlény van, és igazából ez okozza azt, hogy hirtelen megjelennek. Hogyan tudunk védekezni ellenük? Hát igazából a legegyszerűbb a mechanikai védekezés, hogy ne engedjük be. Ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy szúnyoghálóval nyissunk ablakot, de igazából garantálni nem tudjuk azt, hogy magába a lakásba benne kerüljön. A lakásba megkeresi a rejtett részeket, és ott telel át. Ha megtaláltuk, akkor egyszerűen agyonnyomhatjuk, tehát ez a legegyszerűbb elpusztítási módszer, vagy valamilyen üzletekben kapható rovarölőszert használunk ellene, de nagy mérete miatt könnyen meg tudjuk találni. Nagyon sokszor bebújik a ruhák közé, tehát az ember azt is észreveheti, hogyha felhúzza a frissen mosott, kiteregetett ruhát, ami mondjuk esetleg az erkélyen vagy az udvaron szárad, benne van a poloska. Szerencsére olyan veszély nincs, hogy ez megtámadna vagy megcsípne bennünket, hiszen növényevő növényeken táplálkozik. Több nagy problémát is okoz azonban a kiskertekben, vagy a mezőgazdasági területeken. Összeszurkálja a gyümölcsöket, mind a zöldségeken, például a paradicsomnak a bogyóját, vagy a paprikának a bogyóját. Az íze ezután kimondottan kellemetlen lesz magának a zöldségnek. De például, hogyha a szőlő fürtök közé is be tud telepedni, ha ezt beledarálják a mustba, akkor a mustnak, hát utána pedig már a bornak is kimondottan kellemetlen íze van. A fő probléma az, hogy ezek idegen honosak, ezek a fajok, és nem nagyon van természetes ellenségük. Ezért sem a madarak, sem pedig más állatok nem fogyasztják és nem pusztítják el. Nem nagyon tudunk ellenük másképp védekezni, sem itthon, sem pedig külföldön. Az USA-ban komoly problémát okoznak. Egy konferencián láttam erről egy előadást, amelyben nagy számban söpörték a tornácról össze ezeket a poloskákat. Jelenleg nincs rá megfelelő megoldás, hogyan tudjuk az állományukat gyéríteni, csak marad az, hogy manuálisan a kis kertünkben elpusztítjuk őket, vagy pedig a lakásba bejövőket egyszerűen előjük.